közúti. És az a szerencse, hogy az Orbánok átjöttek erre az oldalra, a nemzeti oldalra, és megszólították a nemzetet. És a nemzet nagyon hálásan megcsinálta a polgári köröket, ebből kifolyólag ma Közép-Európa legnagyobb pártja, a Fidesz-KDNP jobboldali pártja, a legnagyobb. És be van ágyazva a társadalomban. És most én először vagyok itt, és kitűnő emberek sorozatával ismerkedem, és van felelős, és van kampányfőnök, és van polgármester, és van stáb, és van Fidesz, és van szóróanyag, egy működőképes párt. Ami az öröm, az az, hogy én a tavasz. Az az, hogy ennek a 100 éves szörnyűségnek vége. Kérem szépen, ezen a tavaszon ennek vége, szemünk láttára. És Magyarország visszamegy, ez egy történelmi változás, amit 1100 évig csináltunk, azt fogjuk folytatni április 11-e után. És barátaim, mindent visszacsinálunk. Lassan, gyötrelmesen, és nem úgy, hogy hónap után kolbászol lesz a kerítés, de én látom ezt a települőst, ahogy így végigjöttem. Tetszik tudni, hogy itt mit lesznek? Itt vendégházak lesznek. Falusi turizmus lesz. Itt ugyanaz lesz, mint Kehida kustyában. Kehida kustyában jobboldali vezetés van, Orbán kormánytól kapott pénzt a Széchenyi terv, fölépítette a fürdőjét, ez Deák Ferenc faluja. És a jövedelméből kicsinosították az egész falut. Kehida kustyánban 1000 lélek van. 1000 lélekre van 1050 vendégágy. Minden kerítés ki van szépen virágokkal beültetve, mindenhol le van nyírva a fű. A környékbeliek dolgoznak a fürdő ellátásában. Rengeteg pici étterem, eszpresszó, ez az amaz, fodrász, masszőr, szolgáltatás, kis könyvtár, ilyen boltocska, olyan boltocska. És amikor elmegy az ember Kehida kustyába, akkor azt mondja, hogy nem is Magyarországon van. Egyetlen egy dolog történik, a helyi erőforrás kialkalmazása, a meleg víz. És mint tudjuk, az Isten, Árpád atyánk, azzal ajándékozott meg bennünket, hogy olyan országot adott nekünk, ahol a földkéreg nagyon kis vékony, és nagyon közel van a meleg víz. Egy meleg vízforrásból, itt a Tisza-tó környékén, és ezen a környéken én úgy gondolom, hogy az unokáim ide fognak jönni, és tetszik tudni, hogy mikkel fognak szórakozni. Tehenet fognak legeltetni, mert ez tehén. És megismerkednek a kacsával, meg a tyúkkal, és hallják a kakas kukorékolást, és mindenhol gyönyörű zöldséges kertek lesznek, kerített zöldséges kertek, és azok be lesznek ültetve. És a házak ki lesznek meszelve, és azért nem lesznek lopva, mert az új kormány nem fog segélyt adni munka nélkül. Csak annak fog segélyt adni, aki azért valamit tesz. És az új kormány nem fog segélyt adni, ha nem végzik el a 8 általános iskolát. És a 8 általános iskolába most 5-8 évre előre álmodozom, képzeljük el, hogy be fog jönni a tanárnő az iskolába, és mindenki föl fog állni. És csend lesz. És tekintély elvű tanítás lesz. És tetszik tudni, mi lesz? Tanfelügyelő. És az egész iskolát ki fogják tisztítani, mert jön a tanfelügyelő, és a gyerekeknek, a cigány gyerekeknek is nagy élmény lesz, hogy a tanfelügyelő így meg úgy, és buktatni lehet, és iskolából kizárni lehet, és aki az iskolából ki van csapva, nem kap segélyt. Aki de hova megy el a 8 általános, de hova megy, aki ki lett az iskolából zárva? Nem tudom. Majd megoldjuk valahogy el. Valahogyan megoldjuk. De ha nincsen segély, és van kerítés, és van közbiztonság, és van rendőr, láttam itt az egyik településen, ott van egy rendőrség üresen. Láttam, hogy kivágják a fát. Olyan egyszerű dolog. Úgy hívják Egyesült Államokból, hogy serif. Itt úgy hívják, hogy körzeti megbízott. Hány darab kell? 2. Az egyik alszik, a másik benn van az autóban. Jön, megy, és azt mondja, kivágtad a fát? Na gyere! És aznap börtönbe zárja. Aznap. Nem másnap. Ehhez nem kell semmi más, mint 2 darab rendőr egy településen és egy gyógytörvény. Ugyanis az azonnali becsukás visszatartó erejű.
és utána jön a három csapás, nem kell hozzá semmi pénz, a hódmezővásárhelyi polgármester kidolgozta, három csapás, fajtás, visszaeső bűnös vagy, 17-szer loptál, akkor kérem szépen a harmadik esetben életfogytiglan bemész a börtönbe. Mégpedig olyan börtönbe, amilyen fenntartó börtön, tehát nem én tartom el, meg nem te az adódból, hanem ottan szépen termelik a hagymát, meg a nem tudom micsodát, börtöngazdálkodásban. Azt gondolom, hogy ezek az álmok megvalósíthatók, és mindenképpen egy új Magyarország lesz, és az új Magyarországnak a felépítése, abban nekünk történelmi tapasztalatunk van. A Józsefet meghozták a szúnyogot is. Nem baj, akkor is ez a tavasz. Hányszor építettük újjá a hazát? Jött a tatár. Na és? Túléltük. Jött a török. Túléltük. Jött az osztrák. Túléltük. A komcsit is túl fogjuk élni. És a komcsi gyönyörűen a szemünk láttára semmisül meg, ahogy Bornemisza Pétert mondtam az elején, nem túl inkább késlekedik az büntetéssel, az Úristen antúl nehezben s keservesben postaloz. Micsoda örök, hogy ez a polgári kör, meg a Fidesz, ha nincs Fidesz, ezek 50 évig uralkodnak, ha nincs ellenzék, ha nincs egy ilyen kemény nemzeti oldal. De gondolják végig, 2000 Antal miniszterelnök úr nem tudta elmondani a beszédét, a televízióba kikapcsolták. Orbán miniszterelnök úr és csapatának nem volt sajtófelülete, csak az az egy nyomorult magyar nemzet. Az összes többi pestélyek meg ilyesmi megbuktak üzletileg. Nem volt televízió. És amikor elkezdtünk polgári körözni, egy kicsit én is benne voltam ebben, mert mint ismertebb színház igazgató, elkezdtem cikkeket írni a Magyar Nemzetbe, minden pénteken, hónapokon keresztül, és ilyen pamfleteket írtam, olyan szemtelen dolgokat, szóval nekem is néha kellemetlen volt leírni a lendvairól annyi rondaságot, és anyóról, de hát úgy írogattam ezeket a dolgokat, meg a Demszkit bántani, meg kritizálni, és mindig azzal fejeztem be, mint egy ilyen rím, az összes cikket mindig pénteken jelent meg, Magyarországon a választási eredményeknek megfelelő média egyensúly kimunkálása elengedhetetlen politikai feladat. Ezt leírtam minden pénteken. Emögé szerveződött egy ilyen kis polgári körös mag, és egyszerre csak az Orbán Viktor azt mondja, na akkor most csinálunk egy média tüntetést, és 2002. augusztus 30-án kimentünk a Magyar Királyi Televízió elé, és akkor ott vittük a 100 forintost, meg egy balliberális újságot, és hogy a véleményünket kifejezzük, azt letettük a földre, és ráültünk, vagy ráléptünk, mert az nekünk nem újság, és mondtuk, hogy kell média, és akkor ez a Medgyesi, a Medgyó, az volt a miniszterelnök, és ez a szemtelen ember azt üzente vissza, hogy hát a kell televízió, vegyenek maguknak. Kérem szépen, és vettünk. És megtörtük a média hatalmat az ellenzékből. Kiküdték a borókait Londonba, tanulja meg a hírtelevíziózást, és valahogy összehoztak 200 millió forintot, nem tudom honnan, nem tudom ki adta. Isten áldja meg azt, aki adta. Létrehozták a hírtelevíziót, és ezzel megtörtük a monopóliumukat. Az történt, ami Luther Márton esetében történt. Mert az egyház ugye, a papok, a püspökök hirdették az igét, ők voltak a média, minden eszközük volt, Luthernak semmi. De ez a tehetséges ember egy ilyen papírt írt, és azt kiszegezte a Wittenbergi templom kapujára, és ott hirdette az eszmét, ez volt nálunk a hírtelevízió. És kérem szépen, micsoda öröm, hogy ellenzékből kiépült egy jobboldali médiabirodalom, amelyik elkezdte hirdetni az igét, a Magyar Hírlap, az Echo Televízió, a Heti Válasz, a Demokrata, nem tudom micsoda, végre föl tudtuk venni, ugyanis a Balli úgy dolgozik, hogy ő azonnal magához ragadja az egész médiát, legyalázza a jobb oldalt, és elveszi tőle az igen hirdetés lehetőségét. Most nekünk